Hello, sziasztok! Üdvözlök mindenkit az FX Robot Crypto YouTube csatornáján. Ebben a videóban bemutatom nektek azt a 10 legfontosabb dolgot, amit tudnotok kell, ha kriptovalutákkal kereskedtek. Lássuk is! A pénzednek csak tényleg annyi részét fordíts ilyen befektetésekbe vagy üzletekbe, amennyinek az esetleges elvesztése nem jelent a későbbiekben problémát. Ne feledd, hogy minden cent számít. Soha ne vegyél fel ilyen dolgokra kölcsönt. Ne kérd másoktól erre pénzt, és ne kezdj el kereskedni más pénzével esetleges részesedésért a megtermelt profitból. Ne akar gyorsan nagyot akasztani, mert annak hosszú távon általában mindig rossz vége lesz. Lehetnek esetenként nagyobb, jó megérzések, hiszen gyáva népnek nincs hazája, de statisztikailag hosszú távon nem célra vezető ez a taktika. Ne hallgass másokra vakon, anélkül, hogy te magad nem járnál utána a dolgoknak. Vannak persze jó tippek vagy lehetőségek, de fontos, hogy ezeket te is így lássad. Fontos, hogy értsed azt, amit olvasol vagy nézel, különben nem fogod megérteni, miről is van pontosan szó. Ha nem beszélsz idegen nyelveket, vagy olyan jól, akkor próbáld meg mindig a magyar forrásokat követni, nem szégyen, ha valamit nem tudsz és kérdezel másoktól, vagy megvárod, míg ezt valaki úgy mutatja be, ahogyan te is megérted. Erre például a barátnőm egy nagyon jó példa, hogy ő miért nem kereskedik és foglalkozik kriptovalutákkal. Érdekel a Bitcoin, de sajnos nem értem magyarul és nem értem angolul. A regisztrációidat és jelszavaidat, esetleg privát kulcsaidat tőzsdékre, ICO-kra és egyéb platformokra tároljad mindig biztos helyen. Ahol megteheted, használj Authenticator-t vagy SMS ellenőrző kódot. Csak is olyan tőzsdékre vagy váltókra regisztrálj és használd aktívan, ami biztos háttérrel rendelkezik és a kereskedési volumen is magas. Tudjátok, hiába van kínálat, ha nincs kereslet. Soha ne taktikálsz túl egy belépést és egy kilépést egy adott pozícióba a napi kereskedelem során. Ez legtöbbször a döntésképtelenségből fakad, ami pedig a tapasztalat hiánya. Ilyenkor történik meg, hogy a félelem és a kapzsiság miatt olykor túl hamar vagy túl későn nyitunk vagy zárunk egy pozíciót. Ne felejtsd el azt, attól, hogy te alszol, még nem áll meg az élet. Ha vannak nyitott pozícióid vagy befektetéseid, mindig húzzál meg nekik egy alsó határt, aminél te mindenképpen zárni szeretnéd a pozíciódat, akár haszonnal, vagy minimális veszteséggel, ezért állíts be nekik egy stop loss-t. És végül, de nem utolsó sorban, mindig legyél informált. A hírek mindig befolyásolják az ármozgást. Olvas cikkeket, nézz videókat, hallgass spotokat. A telefonodra is vannak remek hasznos alkalmazások, amivel nyomon tudod követni a híreket és az aktuális árfolyamot, akár rá tudsz nézni a chartokra. Ilyenek például a BitScreener vagy a TradingView, amiket én a telefonon napi szinten alkalmazok. Ha tetszett ez a videó, feltétlenül nyomj rá egy lájkot, osszad meg barátaiddal, iratkozzál fel, hogy mindenki egyből értesüljön ezekről a fontos információkkal, amiket mi Ricsivel próbálunk veletek megosztani. Azokat a dolgokat, amiket megemlítettem vagy szó esett róluk, a linket mindenféleképpen beteszem a videó aljára. És persze az Eat-Höl interjúról se feledkezzetek meg, amire ti is feltetitek azt a kérdést, amit csak szeretnétek, ezek közül a legjobbakat beválasszuk az Eat-Höl interjúba. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!